Mert ismeritek a mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelmét, aki gazdag létére szegény élet érettetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Szeretettel köszöntök mindenkit karácsony ünnepén. Paul Young, egy amerikai keresztény író, jól ismert műve, a Viskó című könyv, amely meg is lett filmesítve. Ebben a műben hangzik el egy mondat, amit Isten mond a főszereplőnek megnek, az Isten különösen kedvel téged. Karácsony üzenete számunkra is ez lehet, az Isten különösképpen kedvel bennünket, hiszen egyetlen fiát az Úr Jézust küldte el ebbe a földi világba. Éppen ezért azt mondhatjuk, hogy az igazi ajándék nem a fa alatt, hanem a fán függ. Talán azt gondoljuk, hogy mennyire morbid és ünneprontó gondolat ez karácsony környékén, azonban belegondolva karácsony lényegébe, annak igazi üzenetébe, mert azt kell mondanunk, hogy mennyire helytálló ez a gondolat mégis. Hiszen a karácsony, a születés mindaddig értelmét és célját feszti, amíg a nagypénteki és husvéti események nincsenek a gondolatok mögött. Amíg a nagypénteki és husvéti események annak üzenete távol marad a mi szívünktől. Hiszen ott a Betleemi Jászolnál minden erre a napra mutatott. Ahogyan a napkeleti bölcsek jöttek és hozták az ő ajándékaikat a gyermeknek, akik királyi ajándékokat hoztak Jézusnak, készülve arra, hogy ő milyen hatalmas király. És a pásztorok hódolata, a pásztorok imádata is ezt vetíti előre, hogy ott, ott, ott a Jászolban 2000 évvel ezelőtt nem egy kisded gyermeket láttak, sem a bölcsek, sem a pásztorok, hanem egy megszületett királyt, egy eljövendő megváltót és messiást a jászolban éppen ezért nekünk sem a kisded Jézuskát, hanem a már gyermekként is hatalmas királyt, a világ megváltóját kell látnunk és szemlélnünk. Ő az, aki ugyan tehetetlenül a maga gyermekségében ott feküdt a jászolban, de mégis hatalmas király volt ő már akkor is. Azt láthatjuk világunkban, hogy egyre inkább elértéktelenedik karácsony ünnepe, egyre inkább azt látjuk, hogy lesz karácsony ünnepe, a fenyőfa, az ajándékozás, a család, a szeretet ünnepe az emberek között, mert ez megfogható, ez érzékelhető számukra. Csak éppenséggel a lényegről ne beszéljünk. Csak arról ne beszéljünk, az ne legyen az ünnep középpontjában, akiről valóban szól ez az ünnep. Igaz, karácsony valóban a szeretet ünnepe, de nem az emberi nem az önös szeretetünk ünnepe, amit oly sokszor mindenféle díszsel, mázzal beken az ember, hogy csillogó és villogó legyen. Van egy együttes Honey Beast, együttes, amelynek egyik énekében egy sor így szól, kívül locspocs, belül pedig jég. Hát sokszor ilyen karácsony ünnepe is az embernek. Kívül díszes, színes és mázas, de belül talán megvan fagyva. Belül talán semmit sem érez az ember. Karácsony a szeretet ünnepe, de sokkal inkább a nagybetűs, isteni szeretet, a megváltó szeretet ünnepe, amely már most előre mutat számunkra a nagypénteki gyászra és a husvéti örömre majd. Karácsony ünnepe így nyerheti el valamennyünk életében annak lényegét, annak célját. Kívánom, hogy ez a reményt adó, ez a reményt hozó szeretet öleljen át bennünket, nem csak karácsonykor, de életünk minden egyes napján, hogy a Krisztusban megjelenő, megváltó szeretet legyen az, amely melengeti a mi lelkünket, a mi szívünket, hogy ne csak karácsonykor melegedjünk fel, járja át a békesség, az öröm az életünket, hanem minden egyes nap, hogy tudjunk leborulni lélekben a betlehemi jászol, majd pedig a golgotai kereszt előtt, ahol ott lehet a mi boldogságunk, ami reménységünk, a mi örömünk. Nagy Gáspár, jegyezvén szalmaszállal című versével szeretnék mindenkinek áldott, békés karácsonyt és majd áldott új esztendőt kívánni. Így szól ez a vers. Mindig és mindig bűnökben édesült, iramult napok habjaiban fuldokló emberek, egy szalmaszállal, tudjátok-e, talán a menthetetlent mentitek kívül és belül poklosan örvényült, háborult világ, de a remény sohasem meghaló, ha minden utolsó szalmaszál abból a jászolból való. Hát kapaszkodjunk bele karácsony ünnepén, az új esztendő küszöbén, életünk minden egyes napján, abba a jászolba, mert a remény sohasem meghaló, ha minden utolsó szalmaszál abból a jászolból való. Áldott karácsonyt kívánok mindenkinek, bízzuk újra életünket Krisztusra!